Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, fennállva keresztelőre készülve a 329. dicséretünk második versét. 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. És kérem, hogy az ének alatt a szülők és a keresztülők mondjuk ide az Úr asztalához. Által ő is befogadtassék Isten szövetségébe, az Anya Szent Egyházba. Veletek együtt köszönjük meg Istennek a gyermek életét, az édesanyja megőrzött és megtartott életével együtt. Az Úr Jézus feltámadás után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő versében így hangzik ez. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítvány őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ezekben az ünnepi percekben szól még hozzá Isten igéje a Máté evangélium a 8. fejezetéből. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados és kérte őt: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Ő így szólt hozzá: elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak arárendelt katonáim. És ha azt mondom az egyiknek, menj el, akkor elmegy, és a másiknak, gyere ide, akkor idejön. Vagy ha szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt a követőkhöz: bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Amen. Gyülekezet foglalja el helyét. Kedves ünneplő család, kedves gyülekezet, kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban. Szeretjük a példákat, a példaértékű életet élő embereket, a példa magabiseletű gyermekeket, a példásan tanuló tanulókat. Szeretjük őket kiemelni és mutogatni: lám, ilyenek legyetek, rám ezekre hasonlítsatok. Jézus is gyakran emelt példákat,
Azért, mert ha rájuk tekintünk ezekre a példaértékű emberekre, akkor rögtön tudjuk, hogy mi az a cél, amit el kell érnünk, amit teljesítenünk kell. Most nem egy embert állít, egy példaértékű embert, ami figyelmünk elé, hanem egy hitet. Ennek a kapernaumi századosnak a hitét. Azt mondja, hogy ezenek az embernek a hite példaértékű. Mert bár nagyhatalmú, mint százados, sok mindent megtehetett, amit csak szeretett volna, sokan figyelték az ő parancsát, az ő szavát, sőt maga is hatalom alá rendelt volt, hiszen neki is volt egy főnöke, aki szintén parancsok sokaságával bízta meg őt. Mégis ez az ember abban volt példa a környező mások számára, hogy volt benne alázat. Alázat, mert azt mondta, bármilyen nagyhatalmú vagyok, és nem vagyok méltó Jézus, hogy az én hajlékomba jöjj. Csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Isten szemszögéből nézte magát, nem túlbecsülte magát, nem alábecsülte, csak Istenhez képest tudta, hol a helye. Nem vagyok méltó hozzá, Jézus. Alázata volt, és ebben az alázatban mert kérni Istentől. Azt mondta, sok mindenem van, de mégis, Uram, Te tudsz nekem olyat adni, amit én sehol máskor nem tudok megszerezni, gyógyulást az én szolgámnak. És nem csak alázata volt ennek az embernek, alázatos hite, hanem helyes Isten látása is. Mert azt mondta, hogy Jézus, Te olyan Isten vagy, aki ha mond valamit, bárhol is legyen, nem kell oda menjen az ágyhoz, a beteg mellé, nem kell bemenjen a házba, csak szólj valamit és meggyógyul az én szolgám, mert ilyen nagy hatalmú Úr vagy. Alázatos hit és helyes Isten látással párosuló hit. Ez volt ennek a kapernaumi századosnak, és ezért állítja az ő hitét példaképként a mi szemünk elé. Hatalom alatt álló és hatalommal rendelkező. És kedves polgármester úr, szeretettel köszöntünk titeket is, és akár mondhatnánk, hogy te vagy ez a százados hatalommal bíró és hatalommal tároló ember. Valaki, akinek figyelnek a szabára, utasítására, de mégis feletted is vannak valakik, akikre figyelned kell, és akinek az irányát követnetek kell. Hatalom alatt álló és hatalommal bíró emberként, családként vagytok most itt, mégis azzal a hittel, amivel a kapernaumi százados is jött Jézushoz. Hogy bármilyen nagy legyen is a mai világban az embernek a hatalma, el kell ismernünk, hogy van még egy hatalom. Van egy még egy hatalom, aki sokkal nagyobb nálunk. Van egy hatalom, akitől ajándékba kértétek és kaptátok csodálatos kislányatokat. Van egy hatalom, ami akkor is vele lesz majd, amikor ti már nem tudtok, mert felnő, mert elindul a maga útján. És úgy, ahogyan a kapernaumi százados ezzel a hittel ment Jézus elé, hogy tegyen csodát, hogy most ti is ezzel a hittel jöttetek ide. Elhoztátok őt akarat ellenére, vagy éppen nem. Vágya szerint, vagy éppen szívesebben szaladgálna odakint, de mégis elhoztátok, mert tudtátok, hogy bármilyen nagy legyen is a ti szülői, vagy keresztszülői hatalmatok, az Isten hatalmas szeretetére és óvó tekintetére szüksége van ennek a kislánynak. Ezért jöttetek, és hogyha hittel kéritek, akkor számotokra is ezt mondja Jézus, mint ennek a kapernaumi századosnak. Menjetek el, és legyen a ti hitetek szerint. Forduljatok mindenkor ehhez az Úr Jézus Krisztussal. Legyen hatalom, vagy kevésbé nagy hatalom a kezetekben. Mindig ezzel az alázattal és helyes Isten látással forduljatok Isten felé, hogy ő mindenek felett való Úr, és megőrzi, megtartja a gyermeketeket. Nem csak ebben az életben, hanem az örök életre, a mennyei boldogságra, az ő kegyelme által, amit szerzett számunkra a Golgotai kereszten. Legyen így példa a kapernaumi százados hite, és legyen így példa a ti hitetek is majd gyermeketek számára, hogy legyen boldog és majd örök élete. Amen. Álljunk fel, kedves testvérek! Valljátok most meg hiteteket gyülekezettel együtt, kedves szülők, keresztszülők, mondjátok el fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a bokrokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szent Lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitetek megvallás után, kedves család, jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek, feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet elé. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. Most pedig imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a Te gazdag szerelmed és nagy kegyelmed pecsétje a mi Urunk Jézus Krisztus, akivel megváltást és tökéletes üdvösséget szereztél számunkra. Boldogok vagyunk, hogy ebben részeltetni akaró gyermekeinket is. Kérjük, segíts, hogy úgy tudjuk nevelni a kisgyermeket, hogy nevedre dicsőség, a gyülekezetre épülés, minden ember számára áldás legyen az élete. Légy mindnyájunkkal és hallgass meg szívünk háladatos imádságát, alázatos könyörgését. Amen. Fülöp hangba Eliza, keresztellek én téged az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A mindenható Isten cselekedje meg, hogy ez a gyermek növekedjen testben, lélekben, hitben, szeretetben, bölcsességben, családja örömére, magyar népünk hasznára és az Úr Jézus dicsőségére. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentlélek közössége legyen mindenkor. Szeretettel ajánlom a gyülekezet figyelmébe, Fülöp hangon Elizát, ugye milyen jó magasan van, az Úristen keze tartson ilyen magasban téged, hogy semmi baj el ne érjen, és mindenkor vigyázzon rád, Horváth Zsófia és Dr. Fülöp Eriknek a gyermeke, az Úristen áldása kísérjen titeket, és ajándékozzon meg még sok-sok gyermekkel, hogy nem napozott. Köszöntse a gyülekezet, a megszokott énekünket, köszöntjük a megszokott énekünkkel a 134. Zsoltárunk utolsó versével.
folytatásaként egy új éneket tanulunk, új szövetséged elfogadom, és maradjon ez a díja, ez az első díja, többször fent ne lakozzunk tovább, ezt az első énekverset megmutatom, és megtanuljuk majd a szöveget is, és a dallamot is Vándor Gyula szerezte, ismerős lehetős sok éneknek a szerzője. Arról szól ez az ének, amit tulajdonképpen maga a keresztség is kifejez, hogy az Úr Jézusban az Isten egy új szövetséget adott nekünk, megbocsátja a mi bűneinket, és örök életet készít a mi számunkra, és aki ezt elfogadja, az boldogan is örök élet.
Lukács evangélium a 10. fejezetéből így szól hozzánk Isten igéje. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszol. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment el Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, megisverték, azután fél voltan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz-e 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzám. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Ámen. Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, befogadásán, megtartásán. Ezért jöjjön imádkozni. Drága megváltó Urunk, köszönjük, hogy talán sokan elsietnek mellettünk, egy-egy panaszunk, egy-egy sóhajunk, egy-egy könnyünk mellett. Vagy sokan talán nem tudnak velünk együtt örülni, akár irítség miatt. De köszönjük, hogy Te nem életünk felett ácsiklani kész Isten vagy, hanem Te megállsz felettünk. És amikor sírunk, akkor vigasztalsz, amikor örülünk, akkor megnöveled és teljesíteszed a mi örömünket. Rágódunk, köszönjük, hogy így érkezhetünk hozzád ezen a vasárnapon is. Hozva könnyeinket tömlőbe gyűjtve, vagy éppen hozva örömünket, hála áldozatunkat. Köszönjük ennek a hétnek minden megtartott óráját, amikor ott voltál velünk és erősítetted kezünket, lábunkat, lelkünket, néha az élet viharaiban, küzdelmeiben. Köszönjük a sikereket is, köszönjük a kudarcokat is, hiszen hiszük, hogy azokáltal is alázatra, józanságra formáltál bennünket. És köszönjük Istenünk, hogy még a halál árnyékának a völgyében járva is rád támaszkodhatunk. Így a gyász fájdalmában együtt érezve elég visszük azokat a családokat, akik az elmúlt héten ravatal mellett kellett megállniuk. Elég visszük azokat, Istenünk, akik ifjú Mezei Lajos kedves testvérünket kísérték el utolsó földi útjára, Debrecenben, 41 éves korában, vigasztald a hátramaradt családját, vigasztald az ő rokonait. És együttérző szívvel kérünk azokért is, akik itt Tiszavasváriban kellett ravatal mellett megállniuk. Amikor hálát adtak Gombos Istváné született, Nagy Éva Zsuzsanna, kedves asszonytestvérünk életéért, megköszönték az ő hitves társi szeretetét, édesanyai gondoskodását, ragaszkodását. Te voltál ott mellettünk, amikor hálát adtunk azért az 62 esztendőért, amelyben itt élhetett közöttünk. Kérünk, Urunk, öleld magad az a gyászoló család minden tagját. Töröld le az ő könnyeiket, és bíztass bennünket a feltámadás és az örök élet reménységével. Tudva azt, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja. Kérünk, megváltó Urunk, hallgass meg, vigasztalj és erősíts bennünket, és szólj hozzánk igéden keresztül, mert vágyunk a te éltető szavadra. Jézus Krisztus nevében. Amen. Igen, hirdetésre készülve énekeljük a 305. dicséretünk első versét, és közben elbocsátjuk a gyermekeket.
gyerek Isten tiszteletre, Isten áldása legyen a életünk is. A 305. dicséretünk első versét énekeljük, álmélkodással csodáljuk, végeletben szerelmünk. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert ez a parancsolat, ne paráznák, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét. És bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát törvény betöltése. Amen. Foglaljuk el helyet. Kedves gyülekezet, kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, aki esetleg úgy jön Isten tiszteletre, hogy betér a parókiába, a gyülekezeti házba, a lelkész hivatalba, ez megbizonyosodott arról, amit már elújságoltam, hogy van egy kiskutyánk, és ez alapvetően meghatározza a mi életünket is. Amikor hazahoztuk, akkor rögtön el is mondták nekünk, hogy vigyázni kell arra, hogy már rögtön az elején megszabjuk a határokat. Mert ha kiskorban megtanulja, hogy mi az, amit szabad, mi az, amit nem, akkor könnyebb lesz el boldogulni nagykorban is. Hát én erre törekedtem jó gazda módjára, és sikerült vele megértetni, hogy hol van az ő helye. Mert hát kereste ő. Mikor elhoztuk, kereste a fák között, a fűben, kereste volna a teraszon, sőt a nappalinkban is, de meg kellett mutatni, hogy az ajtónál meg kell állnia, mert ott már az a mi területünk. Hangosak vagyunk, ő nélküle is nem kell, hogy még ő is oda bent ugasson. És már sikerült megérteni azt, hogy az ajtónál álljon meg, feküdjön le. Sőt, amikor elkészült a kisháza, be is tettem a házba, az ő kedvenc rongyával együtt, hogy érezze meg, tapasztalja meg, ott van az ő helye. Muszáj ez, nem csak azért, hogy jól nevelt kutya legyen, hanem azért is, mert az a ő javát szolgálja. Jön egy nagy vihar, hova menekül? Hát ne az ereszünk alá meneküljön, mert akkor még elázik. Ha jönnek majd a mínuszfagyó, akkor se az ajtó elé jöjjön, hanem menjen be az ő kis házába, a kis rongyai közé, mert akkor tudja azt átvészelni. Tudja, hol a helye, és ott marad, akkor jól járunk mi is, szebb lesz az udvar, és jól jár ő maga is. És így van ez, kedves testvérek, nem csak a kutyával, az emberrel is. Mert nem csak a kutya keresi a helyét ebben a világban, hanem az ember is. Keressük a helyünket. Az óvodában, amikor először belépünk, keressük, hogy melyik lesz az óvodai szobának melyik sarka lesz a mi játszóterünk, a konyhai rész, vagy éppen a legóval berendezett rész. Keressük majd az iskolában is a helyünket, melyik baráti társasághoz csatlakozzak. Keressük a továbbtanulás alkalmával a mi helyünket, mi lenne jó, melyik szakma, melyik hivatás lenne jó a miénk. Keressük a helyünket, amikor elkezdjük
figyelni a lányokat, a fiúkat, vajon ki mellett lenne jó az én helyem. Keressük egy életen át a helyünket. És ugyan sok vers, sok regény beszél arról, hogy Isten igéje és arra tanít, akkor leszünk boldogok, ha megtaláljuk az igazi helyünket, és ott vagyunk. Mert ha nem vagyunk fizikailag és lelkileg a mi helyünkön, akkor ugyan, mint a kutya esetében is sok kár származik belőle. Mert akkor állandóan durcisak vagyunk, állandóan mérgesek vagyunk, semmi nem tetszik, inkább másikat bántjuk, azért, mert mi magunk nem vagyunk a helyünkön. És mindenki mást hibáztatunk, ahelyett, hogy talán körbenéznénk és elindulnánk, és rádöbbennénk arra, hogy hol lehetett lenni az emboldog. Neked is ki van jelölve a helyen, ahogy a vers mondja. Ki van jelölve a helyed, de tudod-e, mi a te helyed? Úgy, ahogyan a matematikából talán még emlékszünk rá a koordináta rendszerben, amikor azt mondta a tanárnéni, rakjunk egy bizonyos csillagot egy helyre, akkor nem csak úgy vaktában mondtunk egyet, hanem megvoltak a koordinátánk. Mi alapján kell behatárolni, hogy a négyzetnek vagy téglalapnak a csúcska a megfelelő helyre kerüljön? Vajon mi értjük-e életünk lelki koordinátáját, és tudjuk-e, hogy ebben a világban, a társadalomban, a családban, a munkahelyben mi a mi feladatunk, mi a mi helyünk, hogyan kell viszonyulnunk egymáshoz, az egyik ember a másik iránt. Ki van jelölve a helyed minden embernek, de még inkább a keresztény embernek. Mert Isten azt akar, hogy amikor látják a mi életünket, a világ, mindenki más, akkor tudja azt mondani, hogy ezek nem bolyongolnak, ezek nem céltalanul ide-oda sodródnak, hanem céltudatosan élnek. És állást foglalnak. Ha kell politikai dolgokban, hogyha kell etikai dolgokban, gazdasági dolgokban, mert nem csak ide-oda sodródnak, hanem tudják, mi a helyünk, mi a jó, és mihez kell tartaniuk magukat. Hát Pál apostol erre a tudatosságra akarja nevelni a római gyülekezetet, erről olvashatunk ebben a 13. fejezetben. Ha a keresztelés alkalmával már a hatalomról volt szó, hát éppen ebben a 13. fejezetben beszél arról, hogy a keresztény embernek hogyan kell viseltetnie a világi hatóság iránt. És emlékszünk a tegnapi ígéből, amikor arra buzdít Isten ígéje, hogy legyünk engedelmesek a világi hatalom iránt, mert az Istentől van, Isten akar rendet, és ehhez felhasználja a világi eszközöket is. Legyünk engedelmesek és tisztelettudóak, de csak addig, amíg a felső hatóság az Isten akaratát teljesíti, amíg Istenre figyel. Mert ha a rosszat műveli, akkor igenis szót kell emelnie a keresztény embernek. De addig is legyünk engedelmesek, tisztelettudóak, legyen meg a hívő keresztény embernek a viszonyulása a világi hatalomhoz, a paramétere, a koordinátája. És a mai igében pedig azt határozza meg a másik koordinátát, hogy hogyan viseltessünk egymás iránt. Mennyire kell közel kerülnöm a másikhoz? Mennyire kell, hogy közel legyen ő lelkileg, vagy éppen testileg hozzám? Manapság talán már egy kicsit a távolságtartás jellemző a mai kor emberére. Egy kicsit eltávolodtunk, miközben látjuk egymást az interneten, és látjuk egymást unokáját, egymást gyermekének diplomaosztóját. Mindeközben óriási kerítéseket húzunk egymás mellé, hogy ne lássuk, azért ne halljuk egymást, de egy lábot azért megérdemel még. Furcsa, visszás világban élünk mi, amikor nem pontosan tudjuk, hogy mi a koordinálták, hogyan kell viszonyulnunk a másik emberhez. Mennyire engedjük közel a szívünkhöz, a lelkünkhöz, hogyan kell viseltetnünk. És Pál apostol elmondja a római gyülekezetnek, azt mondja, senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. És íme újra az ősi törvény. Mert ember és ember között a helyes paraméter, koordináta nem lehet más. Nem kilométerekben lehet az mérni a távolságot és a viszonyulásnak a mienségét, hanem érzésben, szeretetben. Évezredek óta azt mondja az ige, ne tartozatok semmivel a másiknak, csak azzal, hogy szeretitek egymást. Szeretettel fordulni a másik felé. Ősi törvény, ami annyiszor elhangzott már itt,
Annyiszor olvastuk, annyiszor hallgattuk, szinte már sablonossá, közhellyé vált, szeresd a másikat, de miért kell szeretnem a másikat? A gyermek még úgy értékeli a jó viselkedési formát, mint egy opciót. Vagy jól viselkedek, vagy nem. Néha megteszem, amit a szülő kér, néha nem. De nem az ez az egyetlen választható út. Mert néha megtehetem, hogy esztizek, néha megtehetem, hogy a magam feje után megyek, néha megtehetem azt, hogy bántom a másikat. A gyermek még választott, és azt mondja, a szeretet gyakorlása csak egy lehetőség. Vagy választom, vagy nem. De az ige arról beszél, hogy csak szeretettel szabad fordulni a másik felé. És ez nem te választod, nem a kedély állapotod, nem az, hogy téged mennyire szeretnek, vagy mennyire nem. Tartozol azzal a másiknak, hogy szereted őt. Itt fogalmaz egyetlen úgy a Biblia, hogy kimondja, tartozol a másiknak. Tartozol és nem pénzzel, szeretettel. Milyen szeretettel? Nem olyannal, hogy szeretlek, és jó volt látni, és ennyi, hanem azzal a szeretettel, ami az irgalmas samaritánus történetében is olvasható, tettekben megmutatkozó igazi szeretettel. Amikor elmész egy nyomorult mellett, amikor elmész egy szomorú ember mellett, amikor elmész egy gyászoló mellett, és azt mondod, nem az én dolgom, de hogy nem, tartozol neki. Tartozol neki, hogy megkérdezd, miért sírsz. Tartozol a munkatársadnak, hogy megkérdezd, miért olyan kialvatlan a szemed. Tartozol a hitves társadnak, nem a gyűrű folytán az esküvő miatt, hanem a szeretet parancsa miatt, hogy megkérdezd. Milyen napod volt? Miért örülsz ennyire? Tartozol a másiknak. Olyan furcsa dolog, mert Isten szabadságra hívott el bennünket, és Jézus Krisztus éppen azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy az adósságtól, a tartozástól megmentsen minket. Jézus kifizette értünk ott a Golgotai kereszten az árt, és a bűneink miatt már nem tartozunk az Istennek semmivel. Csak a mi hálánkkal, a mi köszönetünkkel és szeretetünkkel. De azt mondja az ige, tartozol a másiknak. Tartozol azzal neki, hogy szeresd őt. Nem ez a választható lehetőség, hanem ez az egyedüli lehetőség, ahogyan érdemes élni ebben a világban. És gondoljuk át a városunkat, gondoljuk át Magyarországot, gondoljuk át ezt az egész világot, ha mindenki koordináta szerint viselhetne a másik iránt, és azt mondaná, én nem azért szeretlek téged, és nem azért teszek vele egy jót, hogy valami elismerést kapjak, hogy szeretként majd újra valamilyen lapnak az elejére kerüljek, hogy rám újra árvaházat építettem Afrikában, hanem azért cselekszem így, mert tartozom a másiknak. Szeretettel tartozom iránta. És akkor vagyunk adósok, ha valamit kaptunk. Hát Istentől már kaptunk szeretetet. Elfogadó bűnbocsátó szeretetet, és ezért, mint egy kedvezményezetként a másik embert jelöli meg. Rajta gyakorold a szeretetedet. Mutasd meg, mennyire szeretsz engem úgy, hogy szereted a másikat. És ugyanolyan egy adósságot egyszer tudunk rendezni, mert azt mondjuk a boltosnak, na bementem, itt van egy zsák pénz, számolja össze, mennyivel tartozom, és most mindent kifizetek, és utána szabad leszek majd, nincs megkötözve a kezem. Ez az adósság, amiről itt Pál apostol beszél, ezt egy életen át kell fizetni. Egy életen át tartozó szeretettel a másiknak. Nem mondhatod azt, tegnap usolyogtam rád, ma már nem muszáj. Tegnap jót tettem veled, most már felejts el engem. Jézus sem így tett. Ő sem így járta a hétköznapjait. Ő sem ezzel az indulattal halt meg értünk a Golgotai kereszten is. Ő sem ezzel a szeretettel szeret téged naponta, hogy tegnap veled voltam, most már boldogulj, ahogy akarsz. Ő ma is végtelenül, sőt örökké szeret. És hát tartozol te is. Minden napon mindenkinek, hogy ezzel az isteni elfogadó, irgalmas szeretettel viseltes mások iránt. A szeretet minden törvényt betölt. Azt olvassuk az ige végén, a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Azért adta Jézus ezt a legnagyobb parancsolatot, mert ebben minden benne foglaltatik.
Ha szeretsz, nem teszel rosszat. Valaki egyszer így fogalmazta meg, szeress és tégy, amit akarsz. Mert ha már benne van a szeretet, akkor már nem akarok rosszat. Akkor az felülír mindent. Felülírja irítségemet, kapzsiságomat, bosszú vágyomat. Ha szeretek, akkor már sinem vagyok, akkor jó helyen vagyok, jó koordináta szerint élek, és akkor már tehetem azt, amit akarok, mert többé nem azt teszem, amit én akarok, hanem amit Isten, mert az ő szeretete lakozik bennem. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mondja az ige. Nem szeretünk tartozásban élni, nem szeretünk hiteles útot a házban lakni, nem szeretünk tartozást felhalmozott egy emberrel együtt lenni, vagy együtt dolgozni. Most az ige mégis azt mondja, te is tartozol. Tartozol a melletted ülőnek, a szomszédodnak, nem pénzzel, hanem szeretettel. Szeress igazán, őszintén, elfogadóan, irgalmasan, hogy meglássa a világ, hogy ő hozzá tartozunk, és jobb legyen a világ, hogy mindenki érezze és tapasztalja Isten országában, az ő szeretetében a legjobb élni. Engedd, hogy szeressen az Isten ezen a mai napon is, és ezzel a szeretettel add tovább, fordulj fel a másik felé, mert tartozol neki. Ez nem a te könyörödományod, nem a te döntésed, az Isten akazata. Hát teljesítsd, és fizesd meg a tartozásodat, ezzel a szeretettel fordulj minden ember felé. Így legyen. Amen. Isten megszólító szavára válaszolva énekeljük a 305. zsoltárunkat, 305. dicséretünk, 4. versét, 305. dicséretünk, utolsó, 4. versét énekeljük. Mi azért vígan dicsérünk, ó jó atyánk téged.
ott, hogy tudjuk törleszteni tartozásainkat, és meg tudjuk látni azokat, akiket eddig nem láttunk meg. Tudjuk meghallgatni azoknak a panaszát, akiknek eddig bedobtuk a fülünket az ő szavai előtt. Tudjuk meglátogatni azokat, akiket eddig messziről elkerültünk. Urunk, add, hogy így meglássa rajtunk a világ, hogy tényleg hozzá tartozunk. Nem csak néven, hanem valóságosan is. Újra kérünk, hogy gyászolókkal töröld le az ő könnyeinket, és erősítsd meg tört szívüket. Légy a magányosokkal, légy az ünneplőkkel, akik talán születésnapot keresztelőt, vagy házassági évfordulót ünnepelnek. Erősítsd őket is, és áld meg családi ünneplésüket. Légy jelen közöttünk, nem csak könnyeink közepette, hanem örömeinkben is. Köszönjük Krisztusunk, hogy megtartó Úrunk vagy. Tarts meg bennünket a jövő hét minden napján. Légy Urunk még a vizsgázókkal, a tereket hordozókkal, a munka vagy a munkanélküliséggel küzdőkkel. Áraszt áldásodat gyülekezetünkre, áld meg jövő heti családi vasárnapunkat is, hogy abban is a te békességed és akaratod valósuljon meg. Hallgass meg imádságunkat, te, aki így tanítottál imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neve. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hogy tudjuk közös dolgainkról a helyünket elfoglalva, hallgassuk meg a hirdetéseket. Együttérző szívvel hirdetem a kedves testvéreknek, hogy az elmúlt héten ravatal mellett kellett megállnunk, amikor hálát adtunk Mónus Istvánnak, született Magyar Zsuzsanna asszony testvérünk életéért. Megköszöntük azt a 62 esztendőt, amely itt élhetett közöttünk. Isten vigasztaló igével kereste a mi szívünket a 31. Zsoltár 16. verséből. Életem ideje a kezedben van. Isten kezében van a mi életünk ideje, amit elkérünk, amit elfogadunk. A köztes időt pedig döntésünk alapján éljük meg. Ő adjon vigaszt a gyászoló család minden tagjának, elfogadva az ő akaratát és döntését. Áldásvételre készülve énekeljük a 395. dicséretünket. 395. dicséretet énekeljük. Isten szívén megpihenve, forró szívünk egyre hát.
kegyelemben és a mi Urunknak, Jézus Krisztusunknak megismerésében, övé a dicsőség most és örökkön örökké.